Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2019. április 5-én, este 7:30-kor. Írásban és gyakorlatban is bizonyították tudásukat. Középiskolások közlekedésbiztonsági kupája volt Kalocsán. Nyílt nap volt a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában. Két-két órára ülhettek be az óvodások szüleikkel. Kányádi Sándorra emlékeztek. Kreatív irodalmi csapatversenyt tartottak a gimnáziumban. Összesen 150 milliárd forint támogatásra pályázhatnak a kis települések a Modern Falvak program keretei közt. Útfelújítás, otthonteremtési támogatás és életminőséget javító beruházások. Ezekre irányul a program, mely térségünknek is nagy előrelépést jelenthet a szakértő szerint. Útfelújítás, lakhatás, vagyis falusi csok, illetve közösségi terek felújítása, életminőséget javító beruházások. Ezekre lehet pályázni a hamarosan elstartoló Modern Falvak programban. Az állam összesen 150 milliárd forint támogatást biztosít mindenre, amely összegből az 5000 fő alatti települések igényelhetnek támogatást. A magyar kormány írta ezt ki, amiből a 150 milliárdból 50 milliárd forint ment, tehát útfelújítási célokra lehet fordítani, 25 milliárd forint az a falusi csokra, ugye az az otthonteremtési támogatás, illetve 75 milliárdot különítettek el erre a 18 pályázati kiírásra. A 18 kiírásból 16 helyi önkormányzatokat érint, kettő pedig egyházi közösségeket. Minden esetben az 5000 alatti települések, tehát 5000 élekszám alatti települések tudnak pályázati igényt beadni. A program április 2. felében indul hivatalosan. A pályázati szakértő elmondta, a 16 önkormányzatokat érintő felhívásból eddig 5 jelent meg. Az 5 pályázati kiírás, azból 3 az egészségügyet érinti. Orvosi szolgálati lakásokra, orvosi rendelők felújítására, illetve orvosi eszközök beszerzésére tudnak pályázni ezek a települések. Ugye megjelent még egy egyházakat érintő felhívás a kettőből, illetve ami eddig a legnagyobb népszerűségnek örvend, vagy a legnagyobb érdeklődés e felé mutatkozik, ez a helyi és nemzeti identitás tudatnak a fejlesztése nevű elnevezési pályázat. Ahol közösségi és kulturális terek fejlesztésére, továbbá program szervezésre is igényelhető támogatás. Az irodavezető kifejtette, térségünknek is nagy fellendülés hozhat a most induló lehetőség. A vidéken élőknek a élet minőségnek a javítása ugye a fő cél, illetve az, hogy a vidéki térségben, az 5000 fő alatti településeken csökkenjen a kivándorlás, ugye, tehát hogy helyben tartsák a lakosságot, tehát ez a fő cél. Kalocsán rendezték meg a középiskolások közlekedésbiztonsági kupájának Bács-Kiskun megyei döntőjét. A verseny résztvevői írásban és gyakorlatban is számot adtak tudásukról. A legjobbak az országos fordulóban bizonyíthatnak majd néhány hét múlva. A Kalocsai Rendőrkapitányság Baleset Megelőzési Bizottságának közreműködésével 3. ízben rendezték meg városunkban a középiskolások közlekedésbiztonsági kupájának Bács-Kiskun megyei döntőjét. A megye több településéről, kapitányságokról, illetve őrsöknek a székhelyéről, vagy a hozzájuk tartozó oktatási intézményekből érkeznek hozzánk középiskolás fiatalok. Hát a kategóriák úgy néznek ki, hogy kerékpáros, segédmotoros, kerékpáros és személygépkocsis kategóriában mérik össze a fiatalok a tudásukat. Az idei évben a házigazda Kalocsa mellett a megye 7 településéről érkeztek 3 fős csapatok. Bajáról, Kiskunfélegyházáról, Kiskunhalasról, Kiskunmajsáról, Kiskörösről, Kunszentmiklósról és Tiszakécskéről. A fiatalok először írásban adtak számot tudásukról, egy KRESZ és egy elsősegély nyújtási ismeretekről számot adó tesztlapon keresztül. Ezt követően a kerékpárosoknak egy ügyességi pályát kell teljesíteniük, ugyancsak ügyességi pályát kell teljesíteni a segédmotoros kerékpárosoknak, és ez mellett a segédmotoros kerékpárosoknak még a városban egy szabályossági bemutatón gyakorlatilag részt kell venni. A személygépkocsi vezetőknek is a városi forgalomban kellett bizonyítaniuk a közlekedési szabályokról szerzett gyakorlati tudásukat. Természetesen a vetélkedő végén értékelésre is sor kerül, valamennyi kategóriában értékelni fogjuk a fiatalokat, tehát úgy segédmotor, kerékpár és személygépkocsi vezetői kategóriában. Itt kell elmondanom, hogy a verseny felmenő rendszerű, tehát valamennyi kategóriának az első helyezettje tovább jut az országos döntőre, ami április 2. felében kerül Budapesten megrendezésre. A megye legjobbja személygépkocsi kategóriában a bajai, segédmotorosok közül a kiskunhalasi, még kerékpáros kategóriában a kalocsai csapat versenyzője lett. Sajnos annak ellenére, hogy a városunkat képviselő Tóth Róbert ért el a legkevesebb hibapontot a mezőnyben, nem tud részt venni az országos döntőben, helyette a kiskörösi csapattagja kapta meg a részvételi lehetőséget.
A felső talajréteg szárassága már elérte a kritikus szintet. A hétvégén és a jövő héten délnyugat felől várható csapadék, viszont sajnos így is a csapadék hiány országszerte 20-30 mm között van. Az elmúlt héten a megelőző hetihez igen hasonlóan alakult az időjárás, és ezen belül a csapadék eloszlása is. Ez azt jelenti, hogy hétfő kivételével sehol sem esett egy csepp sem az országban, és hétfőn is csak a Dunántúl délnyugati felén volt némi eső, ami csak a határ mentén ért el néhol a 10 mm-t. Február eleje óta tart ez a szárazság, ugyanakkor az átlagosnál melegebb időszak. A március havi csapadék összeg az Alföld jó részén az 5 mm-t sem éri el, de a keleti ország részben majdnem mindenütt 10 mm alatt maradt. Körülbelül 8 hónapja alig van csapadék az Alföldön. A 8 hónap alatt körülbelül 30 mm csapadék esett, az is nem feltétlenül a legjobb megosztásban. 300 mm csapadék hiányzik összességében, idén legalább már 200 mm-nek még le kellett volna esnie, úgyhogy nagyon nagy a baj. Az őszi vetések a napos, meleg időben gyorsan fejlődnének, de a legtöbb helyen a szárazság lassítja ezt a folyamatot. Őszi vetések ennél fogva rosszul sikerültek, rossz a kelés, a tavaszi vetések pedig halódnak, illetve nagyon rossz látások vannak. Mindenképpen szükséges az öntözés, úgynevezett kelesztő öntözés, amennyiben olyan kultúrát vetnek, aminek itt van a vetés ideje, mint például Kalocsán, ugye a paprika. Az eső az mindenképpen kell, hiszen a területeinknek csak egy kis hányada öntözhető. Mi is gazdák nagyon várjuk ezt a hétvégét, hogy péntektől megeredjenek az égi csatornák, de az öntözést ettől függetlenül, aki már elkezdte, nyilván tapasztalatból is tudja, hogy folytatnia kell. Aki a paprika kultúrában dolgozik, az tudja, hogy létezik a palántás művelés és a helyben vetés. Városunkban és a környéken az utóbbi az elterjedtebb. Szakma szabályai szerint április első fele, de általában áttevődik a paprika vetés ma már a április második felére. Ilyen talaj szerkezetben, egy ilyen vetőágyban, ami gyakorlatilag abszolút vízmentes, gyakorlatilag por, nem szabad paprika magot elvetni. A 3 cm-es vetési mélység semmiképpen sem teszi lehetővé. Elő kell öntözni a talajt vetés előtt, egy 30 mm-es előöntözést kell alkalmazni, és csak ezt követően lehet majd belevetni a paprika magot. Így a gazdák számára a legfontosabb feladat az öntözés, és csak reménykedhetnek, hogy csapadékosabb lesz az április a korábbi hónapoknál. Az előrejelzés szerint az eső mennyisége általában 10 és 20 mm között valószínű a hétvégéig, de az időjárás csapadékos jellege várhatóan jövő héten is megmarad. Nyílt napot tartottak a Kalocsai Fényi Gyula általános iskolában, ahová az iskola választás előtt állókat várták. Elsősökhöz és másodikosokhoz ülhettek be a gyerekek szüleikkel együtt. Angol, német, matematika és olvasás órán vehettek részt a nagycsoportos óvodások. Volt, hogy őket is bevonták egy-egy feladatba a tanítók. A tanítók minden esetben fontos szempontnak tartják, hogy az óvodás gyerekeket is bevonják. Az itt lévő iskolások is nagyon szeretnek együtt dolgozni az ovisokkal. Az ovisoknak meg egy külön sikerélmény, hogy különböző apró jutalmakért, pontocskákért már ők is igazi iskolásnak érezhetik magukat. Az intézmény egyik osztályába, a német nemzetiségi osztályba körzethatáron kívülről is jelentkezhetnek a gyerekek. Iskolánkban április 4-én csütörtökön volt a nyílt nap. A forgatókönyv alapját képezi, hogy megmutassuk a prioritásainkat. Itt legfőképpen a német nemzetiségi nyelvoktatásra gondolok, és első osztálytól az angol nyelv tanításra, valamint bemutatkozhassanak azok a tanítónénik, akik ténylegesen jövőre első osztályban tanítják a gyermekeket. A bemutató órák után tájékoztatót hallgathattak meg a szülők. Mivel más intézményekben már korábban volt hasonló program, így tudják meghozni döntésüket. A beiratkozás pontos időpontja az április 11 és 12-e, reggel 8 órától este 7 óráig. Tehát azt mondom, hogy 12-én este 7 óráig gondolkodhatnak.
A Szent István gimnáziumban tegnap Kányádi Sándorra emlékeztek. Az intézmény humán munkaközössége kistérségi kreatív irodalmi csapatversenyt szervezett 7.-9. osztályos tanulók számára. A dobogó képzeletbeli legfelső fokára a Karocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola csapata állhatott. Tegnap, azaz csütörtök délelőtt a Szent István gimnázium díszterme színűtig telt diákokkal. Kányádi Sándor, Kossuth Díjas erdélyi magyar költő emlékére szervezett az intézmény humán közössége tanulmányi versenyt. A csapatok megméretetését megelőzően ismeretterjesztő előadásokon vehettek részt a város közép- és általános iskolás tanulói. Cserenko Gábor barátom mutatta be egy olyan 10 perc negyed órában Kányádi Sándor életrajzát, életművét, utána pedig én is beszéltem a költőről, és megzenésített verseimet hoztam el 3 darabot, és egy Grillus testvérek által megzenésített Kányádi feldolgozást hoztam itt el a rendhagyó irodalmi óra keretében. A különleges irodalmi órát követően kezdetét vette a kreatív irodalmi versenyen a csapatok egymás közötti megmérettetése. 6 csapatot neveztek erre a versenyre, általános iskolás 7.-8. és középiskola első osztályában, tehát 9. vártunk erre a versenyre. Összesen 6 csapat jelentkezett, egy dunapatai, a többi pedig kalocsai csapat, van 2 gimnazista csapat, van 2 belváros is, egy eperföld is, és ugye a dunapatai csapat jelentkezett ide. Ők 7. osztályosok egyébként, ők a legfiatalabbak itt. A rendezvényen a kalocsai gyermekotthon lakói is felléptek, akik kreatívan Kányádi Sándor verseket adtak elő repesített formában. A feladatokat összeállító Tordjik Tamás és Bedő Lénárd úgy állította össze az itt megvalósításra kerülő feladatokat, hogy nem kellett túl sokat olvasni a költő életrajzáról, tehát nem arra voltak kíváncsiak, hogy mikor mit csinált, mikor született, mikor halt meg, milyen műveket írt, hanem inkább kreatív feladatokat kell majd megoldania itt a gyermekeknek. Tehát ebben kaptak egy előzetes feladatot, amelyben otthon egy videót kellett készíteni. Ebben a videóban valamelyik gyermekversét kellett feldolgoznia Kányádi Sándornak. Itt kaptunk rappet, volt animáció, volt dramatizált előadás, volt, amikor egyszerűen csak előadták a verset. Ezután a versfelismerés következett, majd a diákok hiányos verseket egészítettek ki rímekkel, valamint dramatizálós feladatokat oldottak meg. Végül a csapatoknak a 90 éves Kányádi Sándort kellett köszönteniük, ahol el kellett mondaniuk, milyen hatással volt rájuk a költő művészete. A versenyen végül az Eperföldi iskola csapata bizonyult a legjobbnak. Egy hete már városunkba is visszaérkeztek a gólyák a fészkeikbe. Jelenleg az otthonukat teszik rendbe, majd jöhet a családalapítás. Városunkban jelenleg 3 fészekben élnek gólyák. Az egyik a város szélén működő benzinkút mellett van. Ide évek óta visszatérnek a lakói, mely azt jelenti, hogy itt biztonságban érzik magukat. És a leglényegesebb, hogy van elegendő táplálék is a közelben. A visszatérés időpontja nem kiszámítható, az ottani kiindulási hely időjárásától is függ részben. Másrészt pedig valamilyen ösztön sukatja nekik, amit mi nem látunk, vagy nem tudunk, hogy mikor induljanak. Hála Istennek megértek, és ez a legfontosabb. Most jelenleg a fészkeket rakosgatják rendbe, tehát kigazítják a rossz, használhatatlan ágakat, kidobálják, hoznak helyette másikat, és ugye készülnek a fészek ki a használatára. Tehát nem sokára lerakja a tojásokat a tojó, és megkezdődik a kikelés. A gólyák nagyon ragaszkodnak a fészkükhöz, ennek pontos magyarázatát még a kutatók sem ismerik. Magyarországon jelenleg körülbelül 5500 gólya pár fészkel, amit erről még illik tudni. Hát hajszál pontosan nyilvánvalóan ezt nem lehet megmondani. Van olyan fészek, ahol még egyedül szorgoskodik a gólya, de gyakoribb, hogy párban foglalják el a régi új helyüket. Van, amelyik pár együtt tud ideérni, és hát valamelyik később. Ez nyilván az ottani viszonyoktól, meg a útközben
esetleges viharoktól vagy rosszabb időjárástól függően elszakadhatnak egymástól ideiglenesen, mert általában ezek együtt maradnak mindig egy életen keresztül. Ez a hónap a gólyák életében egyértelműen a fészkek rendbetételéről és táplálékkeresésről szól, majd májusban már fiókákat is láthatunk a fészkekben. Az első kirepülése viszont nyár végéig várni kell. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Ne feledjék, adásainkat addig is visszanézhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét, kellemes hétvégét, viszontlátásra!